varázsló nem vagyok természetesen, de szeretném, hogyha egy olyan csapat alakulna ki, szó legszorosabb értelemben csapat, amelyik szívesen dolgozik együtt, és a lehető legtöbbet próbálja kihozni magából. És hogyha ez a csapat megjelent, akkor utána meg lehet találni azokat, azt a játékrendszert, ami a legjobban illik a társaságra, és a legoptimálisabban tud szerepelni vele a társaság. Hogy pontosan ez, mikor lesz NB1-es ez a csapat, ez a gyírmódon is múlik, nem csak rajtunk természetesen, és a Siófokon is, hiszen jelen pillanatban mind a kettő előttünk van. De azon vagyok, hogy minél több pontot le tudjunk dolgozni, és hogyha majd egába leszünk a gyírmódtal, akkor szívesen beszélünk arról, hogy jutunk föl. Addig lehet ábrándozni természetesen, de a realitás az az, hogy az a 9 pont, az abból legfeljebb 3-at tudunk első lépésben leforagni, ha megverjük a gyírmódot majd az elkövetkezendő időszakban. Most még egyelőre annyit kérnék csak mindenkitől, hogy legyen türelmes a társasággal szembe, hiszen most egy olyan átalakulásra van szükség, ahol meg tudjuk teremteni annak a feltételeit, hogy a csapat, amikor kifut a pályára, akkor győztesen is jöjjön le. Több korosztálynak is voltam az edzője abban az időszakban. Volt olyan időszak a szövetségben, amikor 4 korosztályon dolgoztam egyszerre, és ebben nem volt fenn akkor még a felnőtt válogatott. Tehát nagyon sok olyan játékos van, akit már munkájáról, tudásáról ismerek, és hát a többieket is természetesen azon vagyok, hogy minél gyorsabban megismerjem. Mérkőzéseiket láttam a Pécsnek, jó párat, senki nem ismeretlen számomra, ettől függetlenül, amikor személyesen találkozunk, és akkor lehet a legtöbbet látni egy játékosból, akkor ismeri meg a legjobban az ember. Ugyanakkor lesznek új arcok, ez már szinte biztos, lehet tudni, hogy kik érkeznek, főleg csatárokra gondolok. Hát azért az, hogy biztos, ez még egy kicsit túlzás, még azt azért kijelenteni nem merném. Vagyunk rajta, hogy legyenek természetesen frissítések a keretben. Egy olyan csapatnak, mint a Pécs, ahol bajnokságot kell nyerni, vagy legalábbis az élbolyban kell végezni, és minél előbb föl kell kerülni, oda feltétlenül kellenek minőségi játékosok, és ott a minőségi játékosok is elsősorban támadók. Tehát adott a helyzet, hogy támadó mindenféleképpen szükséges.